Köszönöm szépen! Robási László, csak annyit mondok, hogy van egy olasz tudós, íráskutató, úgy hívják, hogy Naddeo Michelangelo, neki megjelent a magyar Robási Lászlóról 3 könyve, angolul. Először írt egy rövidebbet, utána rájött, hogy ez bizony sokkal többet érdemel, akkor megírta azt, és én már a kezembe vettem a találkoztunk vele néhányan. Újabb kiadást, a 3. kiadást, tehát a magyar Robási Lászlóról egy angol nyelvű könyv. Ebben az a két dolog az érdekes, az egyik az, hogy nem magyar írta, hanem egy olasz, tehát nem lehet mondani, valaki magyarkodik. Ugye már ő azt állapítja meg, nagyon röviden, nagyon örülök, hogy itt ilyen kezdeményezés van, azt állapítja meg, hogy a magyar ősírás, ez a világ ősírása. Tehát egy olasz, ezt írja, ezt elolvasni. Vagyis azt írja, hogy nem ide jöttek máshonnan, Föníciából, vagy akár a piramisoktól a betűk és a jelek, hanem innen mentek mindenhova a világon. Azt ugye nem tudja, ugye, mert hát az inkáknak nem is volt írásuk, csak ez a csomó, ez a kipu, színes célna, vagy a madzak csomó, és ők ezzel leveleztek. De minden más írás a magyar rovás írásból fejlődött ki, mondja ez az olasz kutató. És a végén azzal zárja a könyvét, ami beleillik az egész kifejtésébe, hogy Európa ősnépe a magyar. Ez egy nagyon érdekes szempont. Ugye nagyon érdekes szempont, mert erről László Gyula nevét biztosan tetszenek ismerni. Nagyon kitűnő és rendkívüli, páratlan, régész történész, és az élete utolsó 25 évében szinte magántanítványként jártam hozzá, nagyon szerettem Gyula bácsit, és nagyon jobban lettünk. És ő is azt mondta, hogy ez az egész honfoglalás nem úgy kell kezelni, ahogy kezelik egyrészt, ő maga ki tudna mutatni. Ugye hát aztán megjelent neki a halála előtti évben a Kettős honfoglalás című könyve, tehát addig már eljutottak, hogy azt elfogadta az akadémia is, nem mint az akadémia Atya Úristen lenne, hogy csak azt fogadható el, amit ők mondanak, szó sincs róla, de azt már ők is elfogadták, a Kettős honfoglalás, de nekem azt mondta, hogy legalább 7-szeres honfoglalást tudna bizonyítani, ami azt jelenti, hogy ez nem úgy van, hogy csak keletről jöttek ide, és elmentek nyugatra, fordítva, nyugatról is jöttek, innen is mentek keletre. Tehát a népvándorlás tulajdonképpen nem egyirányú mozgás volt csupán, hanem többfajta mozgás. Hát a Kárpát-medencében, ugye kérem, én nem akarok senkit ellen beszélni, de én a nyelvvel foglalkozva lassan 50 éve már, én ez a 3 ilyen vastag kötet magyar nyelv történeti és etimológiai szótára, abban minden második magyar szó a szláv eredeti. Nem viccelem. Abszurdum. Tessék megnézni, abszurdum. Szóval nem is értem az egészet. Fogalmam sincs, hogy miért. Pedig pont fordítva van a nyelvvel is, és most már valamelyik nap szóltak nekem, nem láttam sajnos a műsort, az Echo TV-n, egy hölgy bejárta egész Közép-Ázsiát, aztán Kelet-Ázsiát, körbe ment, Ural mellett Moszkván keresztül jött vissza, és találkozott ezekkel a törökös népekkel. Meg a finnugor, úgynevezett finnugor népekkel is, és kiderült, és ezt meg is írta, én nekem ez nincs meg, de lemásolják, és megkaptam, meg is írta, kérem, a valaki nem olvasta el véletlenül a... Na ebben én nem olvasok újságot. Ez a heti lapom. Világmagyarsága. Nem. Kis alakú heti lap. Nem teszem, nem mindegy. Bencsik csinálja. Magyar demokrata. Na ott ez a hölgy el is mondta. Én is kíváncsi vagyok. Hogy fordítva van az egész. Tehát bennünket a kezdettől fordítva tanítanak, vagy egyáltalán nem. Tehát félrevezetnek bennünket. Itt én volt egy megjegyzésem, ez csak egy már teljes magánmegjegyzés. Valaki nekem dicsekedett, hogy én most belépett a Magyarok Szövetségébe, és azt mondja, hogy nagyon jó hely, mondja nagyon igazán, mert hogy nem alakul pártá. Mondom neki, kedves barátom,
Ha nem alakul pártá, nem is tud beleszólni semmibe. Mert a világ úgy működik, nem mi találtuk ki. Úgy működik, hogy sajnos pártokkal kell alakulni. Legyen egy magyar párt, de az legyen 5 millió taggal. Szóval ezt nem, ez a helyzet. Hiába vagyunk akármennyien, kimegyünk, ott voltam, hogy Ösztöcet hoztam a nyáron, és tartottam előadást is. Nagy sikerrel ráadásul. Most hát kérem szépen, tessék már azon gondolkodni, mert mi teljes joggal ugye megszoktuk, hogy ami párt, hát az olyan volt, az senkinek nem kellett. Hát az teljesen, de most már más a világ. Szóval nehogy ezzel dicsekedjünk, hogy nem alakulunk pártá, nem az a probléma, hanem az, hogy melyik pártá, és az a párt mit akar, ez a probléma. Hogy mit hazudik, és mi az igazság. Igenis pártá kell alakulni. Nem Bösztörce pusztára kell csak elmenni, hanem majd ott is, a parlamentben is kellene képviselni. Hát a világ így működik. Ki megmosolyognak bennünket? Hát ezt nem lehet, kérem. Hát tessenek már ezt megbeszélni egymás közt. Én nem vagyok pártag, és sosem voltam természetesen, én börtönben lógtam. Na mindegy. Hát én is voltam valahol, csak azt akartam. Na kérem, tehát tessenek elgondolkodni, mert én elhűltem. Én értelmes barátom mondja nekem ezt, hogy de hát nem alakulunk pártá. Hát akkor hogyan akarnak? Kusta Mihály Néhemike vagyok, én is tagja vagyok, az alapító tagja, meg vannak itt még többen. A Vukics úr a Felsőházban szeretne bejutni, és onnan alakítat. Vukics úr honnan kapja a fizetését? Én nem tudom, hogy honnan kapja a fizetését. Magyar Rovics. Magyar Rovics. Szekeres úrtól kapja az Isten táját. Így van. Na, nem. Én csak ennyit tudok, azért mondom, hogy így akarja. Jó, pártok tudom, hát egyenlőre, hogy lesz felső ház, vagy nem, az még nincsen. Igen. Úgyhogy ez megint csak egy ilyen levegővel való, ilyen déli báb után való kapkodás. A realitást kell nézni, mert azt nézik mindenhol. Hát nem vették észre, hogy szegény emberektől elveszik a házukat, amit már kifizettek vélni. A realitást nézzük, kérem. Másképp úgy becsapnak bennünket, hogy semmink sem marad. Még levegő sem. Mert víz, hát víz, hát most a vízre megy minden. A vízért. Itt 20 év múlva drágább lesz, mint a benzin, vagy bármilyen. De lehet, hogy már 15 év múlva. Szóval ilyen dolog kérem, ez a valóság. Ez a valóság, én mondom, nem lépek ebbe semmilyen pártba már, de ez így, egyszer így működik a világ. Így működik a világ. Hát most miért van tele? Hát pártként működik az MSZP is, kérem. Hát mindent el tudtak intézni. Mindenhol bebetonoztak embereket, jó fizetésén loptak, csaltak, hazudtak. Hát nem ilyen pártba kell belépni, nem kéne hétisztegni. Csak mondom, hogy azoknak nem kellene, nem kéne ott lenni. Tehát az országházban tisztességes, maximálisan tisztességes embereknek kell lenni. De kell. De kell. Másképp nem megy, itt beszéltünk magunk között. Meg szíthatunk akárkit, vagy akármit mondhatunk, de ami ott elhangzik, az egészen más. Hát kérem, így tessenek gondolkodni. Bocsánatot kérek, hogy így kifakadtam, csak el vagyok szomorodva. El vagyok szomorodva, mert annyira a félrevezetésre való törekvés a legnagyobb ebben az országban. Az a legnagyobb. És a megosztás. És a megosztás, igen. Megmondom nekem őszintén, Tirán Társaság országos elnöke is vagyok, én alapítottam 15 éve. Most a Lezsáknál voltam, behívott, régi barátom, még semmi sem volt, csak tanító itt lakitelepen. És írtam én akkor már róla egy labba, és azt mondta, hogy jövő szombaton, most a hétvégén szombaton lesz egy parlamentben, nem tudom, hogy megtartják el, mert meghívott, még nem küldték el, lesz egy Hungarikumról szóló előadás sorozat. Hogy 5 perces hozzászólások. Most én már kétszer is írtam neki levelet azóta, hogy ennek ez komolytalan. Komolytalan, 5 perces hozzászólások, összejön össze 500 ember, csak 5 perces hozzászólások. Hát kérem szépen, abból senki nem jegyez meg semmit. Sajnos ez is így van. Mert nem lehet, az fizikailag képtelenség. Most ezt azért mondom el önöknek, hogy dolgokat már gyakorolta az emberiség, és kitalálta, mit hogyan lehet. És ő mondta nekem, na innen mondom én, hogy tetszett mondani a nemzetgyűlést és a két ház,
ugye már két teljesen azonos terem van képviselőknek, a felsőház, nyilván azt másképp is hívnák, az nem ártana. Az nem ártana, mert a civil szervezetektől és mindenhonnan emberek kerülnek bele. De nem is biztos ám, hogy jó. Mert akkor megint beraknák oda azokat, ugye, akiket nem kéne éppen. Tehát sajnos a demokrácia nem jó, igazán, de nincs jobb. Churchill mondta, nem én. De nincs jobb. Tehát a választás legyen tisztességes, menjünk el, még hogyha özönvíz lesz akkor is, menjünk el választani. Mert kérem, hát itt én, akkor beláthatatlan, hogy mennyi ideig megmaradnak ezek az emberek. Ezek a bolsevistáknál is rosszabbak. Hát ezeket egyébként semmi nem kötelezi. Ha még annak idején még a Lenin kivégeztette őket, hogyha túlságosan sokat loptak, ugye, vagy mit tudom én. A Sztálinról nem beszélve. Ő aztán végképp. Ő aztán végzett, hogyha úgy érezte, hogy na minden, nem a népért akar, ő az uralomért, a hatalomért. Mindig arról van szó. Most ezt még egy mondatot ne haragudjanak. Én ezt is hozzá, ezt is elmondom. A Trianon Társaságot azért említettem, mert az idén lesz 90. évforduló. Most az, hogy itt van Európa közepén egy nép, egy olyan nép, amelyik borzasztóan tehetséges. Nagyon tehetséges. A magyar iskolák híresek. Én magam is tudom, jártam, hát hála Isten, elég sok helyen jártam. Tehát Amerikától kezdve Ausztráliáig. Magyar iskolákból nem most, hanem már 100 évvel ezelőtt is. Mondhatom, aki kikerült, azt bárhol a saját szakmájában azonnal fölvették. Azonnal fölvették. Szó nélkül. Tessék? Szó nélkül. Hát így van. Szóval az, hogy a múlt évszázad első 30 évében itt legalább 50 világhírű ember működött, akiket már nem is gondolok, nem csak a Csonkától kezdve, a Csonka karburátortól kezdve, az Asburg-féle helikopteren át, a Kandó-féle mozdonyig. Tehát itt egy olyan roppant, nem tudom, tudták-e önök, hogy 1914-ben, 13-ban, 12-ben, tehát 1910 után, muszáj, hogy elmondjam ezt, ne haragudjanak, mert ez borzasztó fontos. Magyarországon készült a legtöbb hidroplán. Mi ebben az érdekes? A repülőmotor. Tehát az az ország, amely repülőmotort ilyen nagy tömegben tudott akkor is gyártani már, az a technika csúcsán álló ország volt. Aztán nem beszélve, hogy 8 fajta gépkocsit készítettek Magyarországon. 8 fajtát. És hogyha most megnézzük, hogy hol készülnek repülők, nem tudom mennyi, 15 ország? Még annyi sincs talán. Ott mindent nem magas a technika van. Most, hogy ha megnézzük, hogy mi volt akkor, és ma, hát már semmit nem készítünk, kérem, tök magot legfőjebb. Már mindent előttek. Már mindent előttek. Hát hol van a világhírű volt a Csepel motorkerékpár. Erről én írtam, két olyan svéd lány bérelt Csepel motorkerékpárt 62-ben, akik bejártak bele Európát. Ketten, egy kis 125-ös Csepelről volt szó. Minden hegyre föl, és direkt megkerestek valakit, ismertettek meg engem, azt elmondták, hogy kiállították, aztán már Stockholmba bérelték, körbejártak Európát, és oda visszatértek. És ott kiállították mind a technika csodáját. Hát pedig azért volt akkor is baj, ugye, az országban elég, meg sok minden. Csak olyan tehetséges emberekkel van tele. Nem csak festőkkel, meg írókkal, meg művészekkel, hanem kérem szépen mérnökökkel. Mérnökökkel. Mondok maguknak egy teljesen igaz történetet. Amikor a Trianon, igen, azért hoztam elő a Trianon Társaságot, mert a Jobbik teljes vezérkara, a Trianon Társaság tag, legalábbis belépett annak idején 5-6 éve. Most már nem annyira. Nem nagyon találkozom velük. Bár még tavaly év elején hívott a Vona Gábor, hogy nyelvről tartanék előadást, mert van érdeklődés. Mondom, persze, nagyon szívesen. El szokott jönni a közgyűlésünkre is, meg minden. Azóta nem hívott. Mi az én gondom a Jobbikkal? Tehát kisdéles magánember, egy magyar ember mondja, az a gondom a Jobbikkal, hogy nem tudom, honnan van a pénz. Mert van. Ez az.
Nem tudom, hogy engem például a Balóné hogyan tud képviselni a Európa Parlamentet. Ismeri-e a magyar történelmet, mert ugye ő ENSZ dolgozó volt az előtt. Ismeri-e a magyar őstörténetet. Azért mondom a történelmet, mert előjönnek ezek a, mind a szlovák nyelvfelé. Ilyenek fognak előjönni. Sorra majd, egymás után. És ugye a szavainkról nem arról van szó, hogy most az egy szó kié, hanem arról van szó, hogy azt akarják bebizonyítani, hogy ilyen, bocsánat, mint magyar, nincs is. Tehát akkor gyerünk ide, ide nem csak Erdélyt, hát nem leszent is, hogy mi akarták. Ide az egész felvidéket, egész a Dunaparti. Tehát itt erről van szó, kérem szépen, hogy ez a világ egyik, tessék utána nézni, egyik legvédettebb medencéje. Mindenféle idője, az idők végeze, vagy kezdetétől kezdve az. Hát itt legendák vannak, én magam olvastam, hogy itt volt valaha a paradicsom. Minden esetre egyik feltétele, és ebből paradicsomot neveznek most. Ezt jelképnek tessék venni. Szóval ez egy olyan gazdag hely, ez a Kárpát-medence, olyan gazdag hely, hogy nagyon kevés. Talán a Tarimi medence, ott van még ilyen, meg még egy, nincs sok ilyen a világon. Körbe. És nem szólva az édesvízről, nem szólva, hogy mi abból megélhetnénk, ha nekünk olyan vezetőink lettek volna, magyarok, mert ezek nem magyarok. Nem magyarok, lehet, hogy többszörös magyaroknak gondolják magukat, de nem magyarok, nem magyarok. De nekik helyük sincsen. Ezek a liba gyilkosok, mert de hol lehet, én tüntettem annak idején, amikor 9 gazda fölakasztotta magát a liba ügybe. Tudnak róla, biztos, nem értem. 9. Fölakasztották magukat. Persze, hogy kár volt, de ez történt. És nem tudom, hány ezer ember teljesen tönkre ment. Teljesen. Akkor mi tüntetést szerveztünk. Ez Magyarországon, ez a miniszterelnök. Hát most mit mondjak? Hát van nekünk önérzetünk? Hát van, hát átgondoljuk, hogy mi történik itt? Hát akkor bármi történhet velünk, és nem is panaszkodhatunk senkire. Szóval ez a bajom a Jobbikkal. Egyetértek. Mondanám, hogy a Magyarok Szövetsége pedig a Jobbikkal keresi a Magyarok Szövetsége vezetőinek is mondom. Hogy a Jobbikkal keresik a kapcsolatfelvételt. A vezérkart nem tartom. De a Jobbik koronaesküs, hát a koronára fölösül. Amit a Dénes elmondott, nem hallottad az én előtt? Csak józan paraszt, én csak a józan paraszt észt kérem számon. Ma, Magyarországon. Nem azért mondom, aki a Fideszt és az Orbán szidja, az jót szíd. Azt, akit szidni kell tényleg. Hát nem az, hogy nem. Életveszélyben vagyunk, tehát pontosan kell tudni, hogy az a kés hova repül. Pontosan kell tudni. Nincs más, hogy azt is lehet. Hát akkor persze, akkor mindent lehet. Mindent meg kell gondolni. Tehát nem az Orbán Viktor, akit szívni kell elsősorban. Szerintem. Nem az, akit onnan ki kell ütni. 80%-a az Európa Uniós törvényeket ő írta alá. Jaj, nem mondjam már. Istenem. Jaj, dehogy is, hát és még 7-8-an mellette. Most hogy tetszik gondolni? Miért írta volna alá? Milyen jogon? Hát kicsoda, hogy alá írt. Nem is írhatta alá. Ezért kell őt is számon kérni, hogy miért írta alá. Ez tőletesség megkérdezni. Drága, most maga számon akar kérni valamit, amikor mindenünket elvettek. És nem Orbán Viktor. Mindenünket. Én hiába írom a könyveket, én csak kiadónak pénze nem fizet. Na nem fizet. Hát mi, hát amitől megszabadítottak bennünket, hát nem a nyugdíjat, én is nyugdíjas vagyok. Hát nem fizetnek a folyóiratok a cikkekért. Azelőtt fizettek. Itt az az én problémám, a legfőbb problémám, hogy az MSZP, vagy hogy hívják, nem magyar. Nem magyar, így ahogy mondom. Tessék? Nem mondták ki, de tudjuk mindannyian. Ezzel nem foglalkoztak. Meg az SZDSZ sem. Az SZDSZ, az ne is. Nincs is. Az egy más, hát már nincs is. De van. Pénz az otthon náluk. Na kérem szépen, szóval, hogy egy, csak elköltségek gondolják végig, hogy most ez a Raiffeisen Bank igazgatója lesz, az a gyilkos, aki miatt felakasztották magukat.
emberek, kilenc gazda, az most ott a bankvezér lett. Ő már megszolgálta ezt a banknak, mert eddig, én nem tudom, hogy mennyi, hány százmillió forinttal tartoznak a livákért, mert az emberek ugye rendesen akartak dolgozni. Ráköltötték a vagyonunkat, eladtak földet, hát minden, hogy ezt a liba termesztés, ez a tenyésztés, az menjen. Hát kérem, ha ilyen ember lehet miniszterelnök, kérem, én minden reggel szégyenkezve ébredek, hogy még mindig ebben az országban vagyok. Hát vagy mi van? Hát történjen már valami. Hát azért végül is kérem szépen, a Hold járó autót, kocsit magyar tervezte. Magyar! Így van. A Mars járó autót, kocsit szintén, két magyar tervezte. Hát nincs a világon több nép. Úgy látszik. Tessék? Azok mit keresek Amerikába, akik tervezték? Azt keresték, amit itt nem tudtak keresni. De hát itt kellene először rendet csinálni. De rendet, persze, hogy itt kéne rendet csinálni. És nem külföldre kimenni. De ezek a 30-as években mentek ki, angyalom. Nem most. Most azt akarom mondani, amit én a társaságot szereztem, akkor én többek között voltam San Franciscóban is. És ott szerveztek nekem egy összejövetelt magyarországi fiatalokkal. Én nem tudtam semmit, csak amikor oda mentünk, az egy magánház, körülbelül egy ilyen nagy konyhájunk van, mint ez, az amerikai, csak magasabb a mennyezet, hát tele volt. Fiatal magyar fiúkkal, úgy 25-30 év körülötti fiúkkal, és volt egy jó tíz leány is. Most kiderült, hogy azért szervezték nekem, mert a nyelvről ugye kértek előadást, mert ezek mindegyike ott a szilícium völgyben lévő egyik számítógépes intézményben dolgoznak. Vagyis ugye itt van San Francisco errele, egész San Diego-ig. Egymást élik a számítógépes intézmények. Magyarok fiatalokkal van tele. Az előadásra túl voltunk, nagyon jó hangulatú volt az egész, és ők mondták nekem becsület szavamra, hogy kérem, hát ők annyira tudnak angolul, hogy jobban, mint az angolok, de ez komolyan így van, nem is lehet másként, ugye? Nagyon kell tudni. Hát a magyarhoz képest az angol a segédnyelv. Mondom, én nem is hallottam, ne is mondják. Szó szerint. De ezt mondták, hát ők, akiknek ez a... És akkor utána ugye kicsit ettünk, ittunk, beszélgettünk, oda jött egy fiatalember, azt mondja, hogy én fél éve vagyok, mondta, hogy melyik, nem tudom, de eddig IBM, ő IBM-nek mondják, mert ők a magyarok maradtak azzal együtt, hogy kitűnően tudnak angolul, persze. Ott dolgozik egy hónapja, vagy 6 hónapja már, és még nem kérték el az oklevelét. Nem is fogom. A mérnökét. Annyi volt, hogy ő bement, interjút készítettek vele, ami azt jelenti, hogy elbeszélgettek. Szakmailag minden ellenőrizték, hogy miről mit tud. És harmadnap múlva elküldték Venezuelába, tehát Dél-Amerikába, mert ott egy új erőműnél a számítások nem stimmeltek. Érték ezt maguk? Nem akadémia, ez ajánlja, elment. A fiú ezeket a számításokat ellenőrizte, kiderítette, hogy mi helyes, mi nem, és visszajött. És utána eltelt, hogy akkor találkoztunk 6 hónap, és mondta, hogy miért kérték el az ő diplomáját, ő már több nagy munkát is elvégzett azóta. És a többiek is. Kérem, mert ha megtudják, hogy magyar, annak kérem, annak külön csengése van, így van, higgyék el. Ha én nem őtőlük hallom, vagy 40-en voltak ott, és mond, egyik másik is mondta, hogy hogy került oda, és hogy mert szóval nem akarok elő beszélni, mert ez maga, ezt már egyrészt meg is írtam, már meg is jelent a Trianon évkönyvbe. Úgyhogy kérlek szépen, arra megy ki a játék, hogy ne legyen itt senki magyar. Ne legyen itt senki nagy. Mindenki pici legyen. Ilyen kicsi. Szólva. Ugye tanuljunk meg kicsit lenni, mondta ez az úr. Emlékezik el ez mire, ugye? Kérem, és itt körbe nekünk az összes szomszédunk, nem csak szomszédunk sajnos, hanem ellenségünk. Ez a tény. Ha figyelünk, akkor látjuk, hogy ez a tény, nem más. Hát azt az szóval én szerint számomra
a Batukán az egy jellemes ember, mondjuk a francia meg az angol, akik aláírták az életrendszer, ahhoz képest. Mert hogy létezik az, hogy egy országnak, amely nem a világ legjellemesebb, legrendesebb, legnagyszerűbb országa, nagyobb darabot adtak Magyarországból, 103 ezer négyzetkilométer, nekünk meg maradt 93. Bocskoros románnak. Nem, a románoknak. Szóval egyszerűen azért, mert a franciáknak stratégiailag ez így jobb volt. Szóval valami olyan dolog történik velünk, hogy minden nap szinte föl kéne lázadnunk és mennünk oda, hogy nézzetek már meg, ugye most 90 éve lesz ez az egész dolog az idén. Tudják, hogy kik írták alá? 23 ország. Siam, Chile. Azok aztán borzatosokat tudtak itt a Gardner-Bennisei ügyekről. Nem akarom végigsorolni. Bocsássanak meg. Mindezeknek a tudásába, ezeknek a fényébe kell megnézni, hogy egyetlen olyan párt nincs, ami csak a angyalokból áll meg, mert szó nincs. Azonban Orbán Viktor a más nem művelt, és sokat tanult, és sokat változott. Nagyon sokat változott. Hát ő ugyanazokkal a soros növendékekkel együtt tanult. Ez az. De hova jutott el? A liberalizmusból, miután hely volt a jobb oldalon, átment oda. Nagyon tisztelem magát, de ez komolyan... Nem kell legyen tisztelni, az igazságot tessék elhinni, hogy ma 20 éve Magyarországon egy párt van, annak van 5 frakciója. Itt a mond. Ha ezt elfogadjuk, akkor itt vegyünk be. Na most a következő. Egy megoldást tessék a végére mondani, mert azt tudjuk, hogy semmi... Mondom én a megoldást, kérem. A megoldás az mindig lassú. Tehát nem fogja engedni Európa, hogyha akar is teljes szívéből az Orbán Viktor itt számon kérni, Európa nem engedi, a bank nem engedi, uram! Jó, én akkor meg mondom, de azért biztos ne lesz. Legyetek baloldaliak, ne legyetek jobboldaliak, magyarok legyetek. Így van. Nálam a robás, el fogjuk mondani. Na, azzal szoktam magyarulni, hogy én nem vagyok jobboldali. Ezzel szoktam magadni. Nemzeti oldalnak kell lenni. Így van. Se jobb, se van. Magyar nemzeti. Magyarnak kell lenni. Nemzetinek kell lenni. Magyar párt legyen. Mi legyen magyar párt? Én csak mondom, hogy nem szabad. Most az kérem, most az a cél, hogy akik... Mert csak tessenek bele gondolni. Mondjanak nekem még embereket, akik itt néhány év alatt milliárdosok lettek. Gyurcsán. Kikhez tartozik? Mit csinál? Valami nagy találmánya van, amit kifizette? Sportminiszter volt. Na csak mondom, jó, de előtte! Előtte! Dobrák. Hát nem úgy megy, hogy... Mert hogy Amerikában valaki elkezdett küzdködni, megy, minden, és akkor millió most lesz, akkor befektet meg minden. Maga ez az egész bank dolog, kérem, ez egy olyan nagy félreértés. Ez a becsapáson jutott el a bankrendszer. Tehát ma már akármit megcsinálhat. Szóval az, hogy nekem azt mondja, hogy 2 hónapra, hogyha beteszek ennyit, akkor azért lesz 10% kamat. Na kérem, de vigyázzunk, 1 évre. Na azért mondom, tehát 1 évre 10%, de 2 hónapra. Tessék, könnyen ki lehet számítani, hogy tulajdonképpen ha levonják a pénzkezelést, lehet, hogy még én fizetek. Borzasztó helyzetben vagyunk, nem mindegy. Hogy itt az országban kérem, az a kormány, amelyik föláll, amögött milyen tömeg van, nem mindegy. Mert azért nem, hát meg lehet ölni magunkat, hát lehet csinálni egy közös öngyilkosságot, kész. Akkor a magyar ügynek be van fejezve. Mert hát azért nem biztos, hogy ez a megoldás. Nem biztos. Szóval most kérem, már bánom, hogy belekezdtem. Nagyon jó volt. Csak egyet ne felejtsenek el. Megkérdezni mindig. Kinek az érdeke? Nem azt nézzük, hogy most az Orbán ilyen olyan, de kinek az érdeke, hogy őt szidják.
Lesz tehát ez az egyszerű józan paraszt ész. Kérdezzem meg, hogy kinek az érdeke? Eldől szerintem ebben az évben, hogy mi lesz. Bízunk benne. Jó, hát engem már nagyon nem izgat. Nem vagyok annyira fiatal, igazán, de... De már annyi mindent tudok, és annyi mindent láttam, és annyi minden dologgal, meg beszéltem, meg és azt látom, hogy mintha semmi se történt volna. Megtörtént. Tessék? Az országot kirabolták, az megtörtént, ez mindenki tudja. Ez megtörtént. Meg a népeket mind az utcán vannak, azt is tudjuk. Hát meg gyermekek milliókat, vagy rengeteg gyerek éhezik, iskolákban rosszul vannak. Tudjuk, hát persze, azért mondom. És ez ugyanúgy az Orbán Viktor hibája, mint minden pártnak a hibája. Hát, a szabad rablás. Annyira, amennyire az enyém. Nem, nagyon jól tudom, hogy ez az, de itt pártgyűlésre vált a dolog, mert már itt Magyar Szövetség, meg Orbán Viktor ellenes, meg mit tudom, minden van, csak arról nem beszélek. Mert kaptam itt egy meghívót. Arról beszélek akkor, amire ide jöttem. Teljesen megköszönöm. Csak már hallottak, nem tudnak beszélni. Muszáj ellen is néha szólt el. Így van, csak már túl hosszú. Kérem szépen, van nekem itt egy, mondhatni egy világtalálmány. A magyar nyelv épített egy kettős piramist. Belül gömb. Ez ugyanaz a probléma a mértamban, mint a matematikában a kör négyszögesítése. Itt a gömb kockásításáról van szó. Ezt a magyar nyelv tervezte. Ennek minden sorra jobbról balra, balról jobbra, alulról fölfele, fölülről lefele olvasható. És több értelmezése van. Most ezt néztem, megtaláltam a magyar nyelvbe már vagy 35 éve. És akkor megkértem a barátomra, aki tudtam, hogy csinál ilyen dolgokat, ő csinálta meg ezt a modellt. Belül gömbtér. Kérem, én ezzel mindenban futkostam, egyedül Nemes Kürti tette lehetővé, hogy kaptam 400.000 forintot, és abból készültek ezek a füzetek. És meghívtak az egyetemre előadni, végzős mérnökökkel, éppen kecskeméti vonatkozású ember, a Kerényi Jóska, azt szívott meg, ilyen a világon nincsen. Mert az Eiffel torony az annyiba francia, hogy az Eiffel francia volt. Ez azonban csak a magyar nyelvből lehetséges. Csak a magyar nyelvből. És nem én találtam ki, a magyar nyelv évezredek alatt létrehozta, ami minden rendszeréből következik. Én így mehettem fűhöz, fához, Nemes Kürti azt mondja, nézd, adok én neked erre pénzt, próbáld meg, de azt mondja, ezt úgyse csinálják meg. Na most ezt úgyse csinálják meg, persze, hogy nem, mert ki anyja miért csinálják. De a magyarok megcsinálhatnák, mert ez lenne a magyarság múzeuma. Ebben mindenki megtalálható lenne, aki valaha is elérhető temetős jogba, anyakönyvi kivonatokba, minden magyar múzeuma lehetne. Minden magyar múzeuma. És benne, kérem szépen, oda lehetne menni, eljönnek, mondjuk amerikaiak valaki adtak hozzá 10 dollárt, már egy aranykönyvben benne lenne a nevük. És majd 20 év múlva jön az unokái, vagy 30 év múlva, ott látja, hogy bizony, hát ez az én nagyapám is ezt segítette. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy konkrét dolog, nem egy elv, hanem konkrét dolog. Amit föl lehet építeni, ez akkora lenne, mint a bazilika. Olyan magas. Mint a bazilika. És ebben sok minden elfér azon túl, hogy a magyarság múzeuma lenne. Mit szólt ez a Kerényi? A Jóskák azért hívott meg. Én a tanítványainak ma készmérnökök. Előadásokat tartottam róla. Elmentem, hogy beszélgetünk egy órát, hát 4 órán beszélgetünk. Nagyon érdekelte őket, mindjárt másnap már hozták a rajzaikat, az elképzelésüket. Ide csak egy ember kellett volna, aki a világ magyarokat összefogja. És az 10 dollár, mi az? Hát mennyi magyar van szét a világon? Több százezer. Csak nekem van 3 milliárdos ismerősöm. Akinek gyáruk van.
Tehát, hogyha ezt, ha ezt ilyesmit akarnának, ezt hiszem mindenkinek elküldtem országgyűlésnek. A Lezsák éppen elvitetett 1500-at, mert benne van az is, hogy hogy lehet válaszolni. Tehát, itt kérem szépen, ez egy konkrét dolog, ez egy világszenzáció a magyar nyelvnek. Nem magamról beszélek, a magyar nyelv. Amúgy is az, de ez egy világszenzáció. És ehhez csatlakozhattak volna Amerikába, Ausztráliába különböző emberek. Nem is kell onnan gazdagnak lenniük. És akkor kérem, amit eljönnek, ha ez fölépülne, én bízok benne, hogy fölépül. Ha ez fölépülne, vagy eljönnek az unokák 20 év múlva, 30 év múlva, látják, ott van, ott lesz ott egy tábla, ott lesz az apjuk, anyjuk, nagyapjuk neve, beütik, és akkor egy kis filmet lejátszanak mindenkiről. Tehát ez egyrészt, másrészt minden magyar, aki valahol föllelhető a világon, itt megjelenne a nyoma. Ezt egyedül valójában azt hiszem, hogy a baptista szervezetek csináltak ilyet, de nem tudok a közelebbiről, viszont azt tudom, hogy a németek fölmérték, hogy a világon hány helyen vannak németek, és nagyon sok helyen a német állam, még a Nyugat-Németország, tehát ebben az időben, a német állam kis szigeteken, ahol annyi német volt, saját maguk iskolákat építettek a németeknek. A németeknek. Úgyhogy, hát eddig kérem szépen, ugye hát a világ legnagyobb gazdasága, hát most is a német a harmadik vagy a második helyen van, még most is, ugye holott ugye most hát Kína nagyon előre jött meg Japán is, de német most is ott van. Szóval azt kell csak mondanom, hogy nem a prédikációk a fontosak, mert pillanatnyilag mindenütt a pénz a győztes. Mindenütt a pénz a győztes. A pénz meg fogja enni még az Obama elnököt is. Ha nem lesz valami olyan egészen rendkívüli dolog, amit létrehoz. Mert most ugyanolyan gátlástalanul hirdetik a pénzt, hogy takarékoskodja, vigye, csinálja ezt, ugye vigye, nyerje meg. Szóval ezt egyszerűen nem is értem, mert annak az embereknek képük. Hogy hogyan viselik magukat az emberi méltóságot. Na, kérlek szépen. A magyar nyelv tehát, amiről én úgy írtam, most már mondom lassan 50 éve, hogy én nem is ismertem, és később se, mert amikor egyetemre fölvettek, utána engem kirúgtak az ország összes egyetemérői főiskolára, és becsuktak. Tehát a cucor, fogarasi cucor, akik már nagy szótár csináltak, a szógyökökkel, azokat nem is ismertem. Még a nevüket se. Tehát tőlük függetlenül később persze aztán már 70-es évek végén már természetesen meg is vettem magamnak az ő szótárukat is rendkívül zseniálisok, de hát látszik, hogy mi lett belőle. Ezek a szótárok ugye ezek a 19. században készültek. És itt ülünk, most is, mintha nem is lett volna semmi. A magyar nyelv elvezetett engem az agykutatáshoz, nem akartam én. De én még nyelvtannal se akartam foglalkozni. Hát én nem szerettem a nyelvtant. És most is az a véleményem, hogy az a magyar gyerek, amely tökéletesen beszél magyarul, bemegy az iskolába, ugye, nem tudom, 7 évesen, ugye? És ott szembe kerül egy idegen anyaggal a magyar nyelvtannal. És akkor megtud valamit, hogy mit miért nem, de az egészről nem lesz fogalma se. Nem lesz semmi fogalma. A magyar nyelv ugyanis alapvető tulajdonságait tekintve tér el a világ összes nyelvétől. Nem ismerem a világ összes nyelvét, de foglalkozom Japánnal. Már egy könyvet félig megírtam, most abba hagytam, mert igen sok munka kell még hozzá. Foglalkozom ki az etrusz nyelvvel. Ez azért fontos, mert ez a Naldeo Michelangelo, aki írta a magyar rovásírásról ezt a könyvet, 3 jelent meg, már a harmadik kiadás is megjelent angolul. Ezt kérem szépen, ez is foglalkozott egyrészt az etruszkokkal. Másrészt az etruszkok voltak Európa ős műveltségének megalkotói. Nem a latinok, nem a görögök, az etruszkok. Az első római cézárok etruszkok voltak. És hogyha megnézzük, kérem szépen, Leonardo da Vinci, Michelangelo, vagy Petrarca vallomását, ezek mind etruszkoknak tartják magukat.
Az etruszkok is nagy vándorlással értek el ide. Egyrészt a földközi tengeren ért el Itáliát, másikok a Veleszkéi szoroson jött. A Rápánék. Tehát itt, Európa közepén, amit szintén egy olasz írt meg, Mario Alinei, személyesen ismerem őt is, többször voltunk együtt, még a Duna tévében is együtt szerepeltünk. Tehát az Alinei, aki viszont az Utrecht egyik legpatinásabb egyetem a világon. Aki Utrechtben végzett, az, na, szóval az az egyik. És jót 30 évig dolgozott, Firenze mellett él egyébként, és hát mindig a nyelvvel foglalkozott, meg szótárkészítéssel, meg a nyelvvel kapcsolatos, meg a népvándorlással kapcsolatos ügyekkel. Na most kérem szépen, ő már körülbelül a 80-as években, tehát személyesen mondta, de ír is erről a könyvébe, 80-as években már nagyon komolyan foglalkozott a magyarral, mint az etruszk nyelv rokonával. Mert ott is úgy volt ez, mint ahogy a magyar nyelvvel, ez az érdekes, hogy a magyar nyelvet is rokonították minden nyelvvel. Megpróbálták, hát még a 19. században. Megpróbálták, hogy az albánnal rokon, ugye hát azért biztosan rokon, a spanyol rokonnál lévő, most értem, mint a baszkokkal, ugyan, biztosan rokon. Tehát ők ott már végigpróbáltak, de megmaradt, kérem, a Habsburgok erőltetésére megmaradt a finnugor dolog. Na most, a finnugor dolog igaz, csak nem teljesen. Csak egy picit igaz, de igaz. Nem hazug. Most ki kezdte Magyarországon terjeszteni ezt a finnugrizmust? Úgy hívták, hogy Hunfalvi. Hunsdorfer. Ő kezdte. Nem az nincs nekem kifogásom ez ellen. De ő kit hozott be magának segítésül? Budenz Józsefet, aki csak 20 éves korában tanult meg magyarul. Most, őket támogatták. Ugye ott van ez a, egyébként biztos rendes ember volt, ez a Treport úr, aki minden magyar megfenyegetett, főleg egyetemi tanárt, meg egyetemi végzettségű ember. Hogyha itt a finnugrizmus ellen bárki is beszél, azt mindenhonnan kitiltják. Nagyszerű miniszter volt, ugye? Gyönyörű. Na kérem, tehát a megfelelő helyre, megfelelő tudással, megfelelő tisztességgel, megfelelő magyarsággal szabad csak kerülni. Másképp minden áramlik. Minden áramlik. A finnugor, hát én finnből fordítottam a legtöbbet. Mint egy 300 verset, meg is jelentem. Szeretem is a finnéket. Mert érdekes nép, ugye sosem voltak királyaik, elhagyatott nép, hol a svéd nagyhercegséghez tartoztak, hol az orosz nagyhercegséghez tartoztak. Tehát 1917-ig nem is volt önálló Finnország. 17-től lett önálló Finnország. És kérem, ma tetszik ezt a szót ismerni, hogy Nokia? Nokia csuda, mondja meg, hogy mi ez? Ez egy kis, közepes finnváros. Ott kezdték el a Nokiát gyártani. De a 30-as években már, amikor látták, hogy nagy a munkanélküliség, valaki kitalálta, hogy hát már ki kellett, nem szabadítani, és elkezdték gumicsizmát gyártani. Onnan indult el, és jutottak el a Nokiáig. Finnország annak ellenére, hogy ugye lélekszámot tekintve, hogy fele, mint a magyar, pénz, valuta kihelyezők közé tartoznak. És itt a ez most már kezdünk közeledni a nyelvhez, mert ha tényleg, most én megkértem a fiamat, hogy minden találmányt, ami magyar névhez fűződik, gyűjtsünk egybe, és írjuk meg. Mert nem tudjuk. Mert az, hogyha tényleg az egyfőre kivetítjük a Nobel-díjasok számát, akkor is nincs hozzánk hasonló. Tehát egyfőre kivetítve. Na most kérem, az a lényege, hogy magyar nyelv. A magyar nyelv. Ugye, amiről hát a Teller Rabe nyilatkozott. Nem is egy helyen. Aki azt mondta, hogy nem kell a Teller Rabét azért nagyra tartani, én nem szeretem, hogy a hidrogénbombát kifejlesztette, de ő fejlesztette ki. Viszont azt mondta, hogy ha ő nem magyar anyanyelvű, akkor neki három fej kellett volna ahhoz, hogy megjegyezze azt a sok tudást, amit a magyar nyelv sokkal egyszerűbben
tudott. Ez tény kérdése. A másik. Szintén találkoztam azzal a hölgyel, aki azt mondja, hogy a televízióban is nyilatkozott elég hosszan. Mennyi nem, 30 körül lehet. És akcentus nélkül, remekül beszélt magyarul, szépen. Szóval megkérdezte tőle a riporter, hát ki? Magának a nagyanyja, vagy a szülei magyarok? Mondta, nem, ő neki se az, nagyanyja se az, senki nem magyar. Hát hogy? Azt mondja, hogy a Tellér Ádám magán tanítványa. És vannak kette, nem tudom most már, nem akarok hazudni, többen vannak, hogy mennyi, nem tudom. A magán tanítványoknak a Tellér Ádám kötelezte, hogy a magyar tanulják meg anyanyelvi szinten. Szóval kérem, azért sok mindent lehet már a Tellér Ádámról is mondani, de azért hülye nem volt az biztos. És fölfogta. Fölfogta, hogy mi történik és miért történik. Ugye aztán nem akarok már beszélni a Margitai Neiman Jánosról, ugye? Aki kérem szépen, aki a számítógépet feltalálta. Már nem, ezt se tanítják. Pedig származásilag zsidó volt. Mégse tanítják. Mert magyar anyanyelvű volt, kérem. Mert ezt megírtam az egyik könyvemben, ez a címe. A fejezetnek, hogy miért találhatta fel Margitai Neiman János a számítógépet. Miután Amerikából már nem tudom mennyi ideje vacakoltak bele, ő kiment, és néhány hónap alatt megcsinálta. Egyébként az agyát valószínű annyira erőltette, hogy agyrákba halt meg. Mert tényleg abba halt meg sajnos. Nem kapott semmilyen Nobel-díjat, meg semmit, de mindenki tudta, hogy a világon a legnagyobb matematikusok egyike. Vagy, ugye engem izgat, hogy miért Einstein jön mindig be a tévébe, szünetbe, ott a kibolyát. Hát miért nem jön be Bolyai János? Akinek a matematikai munkássága legalább olyan nagy, hanem nagyobb. Tehát magyar. Hosszú a nyelven. Magyar. Na most ne haragudjanak, hogy ilyenre megyek, tehát önvédelmi jogunk van, mint bármely más népnek a világon. És ezt nem veszük kötelezőként, akkor rossz magyarok vagyunk. Sőt, rossz emberek is. Nem rendesek. Most itt van a magyar nyelv. Ugye a magyar nyelv, hát most már, hogy el... Pofáztam, bocsánat. Van így érvény. Jó. Arról mondok önöknek érdekes dolgot, hogy amit én, mert a magyar nyelv vezetett el oda, hogy az utóbbi három évben agykutató munkáit olvasom. És azt találom, hogy amikor az agykutatókról, ezek között van angol, van magyar, van amerikai, amikor ezektől megtudok, annak egy jó részét tudom a magyar nyelvtől. Hát a magyar nyelvben olyan ősi tudás van, hogy fogalmunk nincs róla. Na erről mondok önöknek példát, egyszerű a dolog, nagyon egyszerű. Kérem, itt van ez a szavunk, hogy könny. Könny. A könyv, mert utána néztem, mert ezeket elolvastam. A könyv, kérem, akkor könnyezünk, ha valamilyen sok hatás ér bennünket. Tehát elős lelki sok hatás ér bennünket. A könny, mint megtudtam, már orvosi könyvekből, a könny az ember szervezetéből mérget mos ki. Hogy kerültem én ide? Úgy, hogy a könny és a könnyű majdnem ugyanaz a szó. És azt akartam ki megnézni, hogy mi, hogy van egymáshoz közük. És persze, hogy van. Hát jól emlékszem, ugye, hogy bőgd ki magad, fiam, mondták meg gyerekkoromban, és akkor megkönnyebbülsz. Tehát a könnyű megkönnyebbülés ime egy azonos biológiai törvényből következik, a magyar nyelv ezt fölismerte, és így használja. Tehát a könnyű megkönnyebbülés, a könnyezikkel ez a helyzet. Ugyanis ebben az orvosi könyvben, mivel olvastam, az van, becsület számomra az van, hogy egy szélsőségesen erős, sok hatás esetén ebben a méregben, ha nem mosná ki a szervezet, bele lehet halni. Most, hogy mennyire, hogy az ember mennyire gyarló, akkor nagyon megörültem, hogy hát íme megint a nyelvtől, én ezt már tudom, amit az orvosi, egy nő írta ezt a könyvet, amit az orvosi könyvből ugye nekem megírta a tudományosra. Ezt tudom a magyar nyelvtől. És akkor kérem szépen, eltelt nem tudom mennyi, 30 év. 30 év. És akkor jöttem rá, ugye néhány évvel ezelőtt volt, akkor jöttem rá arra, hogy amikor azt mondom, azt mondjuk, de mérges vagyok, akkor az agyam figyelmeztet, hogy valahol, valami miatt
tényleg méreg keletkezett bennem. Tehát nem egy jelképes dolog ez, ez valódi mérhető, vegyileg kimutatható méreg. Tehát az arc súgja nekem, mondja, hogy mérges vagyok. Kész a méreg, megint. Tehát nem jelkép, én most valami, hanem ténylegesen valahol méreg képződött, főként az agy táján, indulat, mindenféle ok miatt. És nekem, és nekem közli az agy, hogy mérges vagyok. Buddhisták azt mondják, hogy önmaga ellen véd az ember, aki mérgelődik. Hát igen, nem véletlenül. Az, ők ezen sokan gondolkodtak. Volt, hogy teszed látják, magyar nyelv. Elmondja. Aztán most már, hogy ennyit foglalkoztam, ugye, az, hogy mondjuk a jobb agyfélteke, ez vezéli a bal felünket, a bal agyfélteke, a jobb, ezt tudják, ugye mindenki tudja. Talán még azt is tetszene tudni, hogy élő ember agyát nem lehet vizsgálni. Tehát patkányokat, nyulakat, stb. Ezeket vizsgálják. És ez nem az igazi, mert ez másfajta agy, ugye ez is kiderült már régen, nem most. De nem lehet mit csinálni. Viszont van egy betegség, amikor összeesnek és vonaglanak, epilepszia. Valamelyik orvosnak eszébe jutott, hogy az érdekes módon, hogy sok próbán keresztül elvágták az epilepsziás embereknek az agyát középen. Teljesen távolították egymástól a jobb és bal agyféltekét. Ezek az epilepsziásoknak a zöme meggyógyult, és semmi bajuk nem lett. És akkor egy új irány kezdődött, kiderült, hogy nem csak kézi, tehát telefon van az agyban, nem csak idegvezeték, hanem az agyban áramok működnek. Áthidalták ezt az űr, mert ugye a telefonvezeték is el lett vágva ezzel. Mivel az agy egyik feléből a másikba ugye küldi az üzeneteket. Nem lett semmi bajuk, sőt, akkor kezdtek azon gondolkodni és kezdték mérni, hogy ez az agyáram, ez az agyhullám, ez gyorsabb, mint a fénysebesség. Ami abszurdum, de ezt írja az angol, az amerikai, én most elmenjek majd egy fizikushoz, mert az eddig a mostanáig a fizika az vallja, önök se tőlem hallják ezt először, az vallja, hogy ami a fénysebességnél gyorsabb, az már nem anyagi. Nem megfogható, nem kimutatható, nem érzékelhető. És hogyha ez az agyáram, az agyhullám a fénysebességnél gyorsabb, akkor ez egy egészen más dolog, amit még nem tudunk semmit róla. Vagy agyalunk, mondhatjuk. Na kérem, tehát tetszenek látni, ja igen, és akkor, hát, nem most, hanem legalább másfél éve végig gondoltam, mert ugyanis az agyunkban, hát innen tudom, hogy 20 milliárd idegsejt van. 20 milliárd. Tehát ahhoz, hogy mondjuk én kimondok egy szót, hogy templom, akkor az agyamban megjelenik az a templom, amit legtöbbször láttam. Ami a látás nyomán inkább ingert hagyott az agyba, emlékingert. Ez a szülőfalom temploma, mert ott laktam, minden nap láttam. Tehát megjelenik az, hogy templom, akkor a különböző részek egymásnak elkezdenek ugye telefonálni, vagy ezt a hullámot küldik, és közlik, hogy ez a pacsai templom, vagy ez az egytornyú templom, hogy ez hogy áll, ott az utca kanyarodik. Tehát így, ami külön bele, ott kell 20 milliárd agysejt, csak azért mondom, hogy kell. Hogy ennek mind együtt kell működni. Most én azt mondom kéne szépen, hogy a festő befejezte a munkát, nem tudunk pontosan mindent, mert nem tudjuk, hogy egy képet fejezette be, vagy valami mást. De azt mondom, hogy a festő befejezte munkát a szobában, vagy a házunkban, akkor már tudjuk, hogy szobafestőről van szó. Na most ezt az agy, ezeket ugye ő elkülöníti, és ez a tudás így jön létre, hogy egy szobafestőről beszélünk. Persze villámgyorsan, nagyon-nagyon gyorsan, nem így, ahogy én elmondtam. Tehát minden dologban, az egyik szóhoz is tartozik 100 más szó, ami elkülöníti, a másikhoz is. Most ezt egybe teszi az agy pillanatok alatt, és már tudjuk, hogy festőről van szó. Mert a tudás így áll össze. A tudás az nem semmi. A tudást valahol
valahogy, és azt nem tudják. Nem tudják az agykutatók. Csak azt tudják most, hogy, hogy logikusan működik az agy. Én pedig azt tudom, hogy a magyar nyelv logikusan működik. Nem az összes nyelv a világon, sőt, szinte kizárólag a magyar nyelv, amit áthat minden irányban. Tehát minden irányban logika. És ezért lehet a szógyökökkel bármit csinálni. Mert itt van csak egy, nem is szógyök, hanem egy szó, hogy ér. Ér. Mi az az ér? Ami bennünk kacskaringolódik. De akkor mi az az ér, hogy ráér? Odaér, elér, fölér, leér. Érték. Érdek. Minden itt ott van az ér. Önmagában ott van, mint egy érme. Mint egy érem. Ami arany. De az értékét azt határozza meg érték, ugye? Hogy mit teszünk hozzá? A téket teszünk hozzá. Az érték szavunkban a ték a szó végén van. Ahol a téket előre teszem, például tékozol, pont az ellenkezőjét jelenti. Tehát nem az értéket. Most ilyenekkel van tele a magyar nyelv. Mondok még valamit. Amikor az agykutatással elkezdtem foglalkozni, nehogy azt mondjuk, hogy agykutató lettem, vagy leszek, szó sincs róla. De annyira izgalmas a számomra, hogy miután látom, hogy azt tudom most már csak elképzelni a kép. Mert ez egy képzős nyelv. A képpel képezünk képeket. Ugye? És a képnek szüksége van a képességhez. Akinek milyen jó a képessége? A legjobb képességűek azok, akik a kép után tanulnak. A betű kép után. Tehát nem felolvasnak hangosan, hanem a betűk, mint képek maradnak meg benne. Ezért ez az újfajta angolos olvasás, tanítás, ez már réges-rég megbukott. Most azért jöhetett egyáltalán létre, hát nemzedékek kerültek ki. Hát egyetemeken mondják, hogy nem tudnak rendesen olvasni. Azért, mert ott, aki ezt bevezette, hülye volt. Nem gondolta végig. Aki engedélyezte, megint csak hülye, megint nem gondolta végig. A magyar nyelvet szótagolva lehet megtanulni, mert ilyenekből van összetéve, hogy meghivattathatnátok, ezt már biztos mondtam, mert ez az én példám, nem néztem jósz nyelven, meghivattathatnátok engem, egy lakodalomban. Pedig ebben az egyetlen szó az alapszó, a hív. Már a meg sem az. Mert a meg egy két rangot viselő szó. Hát egyrészt igekötő, ugye? Másrészt pedig a matematikai összeadásnak a szava. Növeli azt, amihez hozzáteszünk. 5 meg 8, 7 meg 9. És azért van az, hogyha én azt mondom, hogy láttam, azt mondom, hogy megláttam, ugyanez a hangsúly, mégis melyik a hangsúlyosabb? A megláttam, igen. Mert a meg mögött ott van a matematikai erő. Nem tudjuk, de a nyelv tudja. Szóval, hogy itt olyan érdekes dolgok, na most ugye, elkezdtem foglalkozni, hogy hogyan lehetséges az, hogy az agyban megmarad az emlék. Lék-luk-lak. Az emlék. Amikor a testünk 7 évenként minden sejtjét lecseréli. Na most, hogyan működik az emlék? Hát úgy működik, hát hogyha bármilyen módon, akár vegyi folyamat, bár ezt mondjuk nem erősíti meg senki, de nem is tagadják. Mert hogyha egy vegyi folyamatban marad meg a szó, vagy mondjuk egy olyan, hát ez is hús, még akkor is ebben, hogy az agy szövetekben nincsenek fájdalomérző idegek, nincsenek. De minden más van. Tehát ugyanúgy működik, mint a többi sejt bárhol, annyi különbséggel, hogy nagyon kicsi. Biztosan tetszettek hallani erről a nanotechnikáról, technológiáról. A nanotechnológia az olyan, hogy nem is tudom elképzelni. Amikor láttam róla teljesen véletlen egy filmet, kérem, az azt jelenti, hogy a milliméternek a milliónyi kisebbségű részét is számon tudják tartani. Ez valami egészen fantasztikus. Tehát a világ befele, kicsifelé is olyan, mint a végtelen lenne. Nem tudom, hogy az, de csak olyan, mint a végtelen. Na már most, én úgy gondoltam, ez szamárság biztos. Úgy gondoltam, hogy az agyunkban, amikor kisgyerekként nőünk föl és halljuk a szavakat, hogy az agyunkban, na most ez így is van, ezt nem én találtam ki,
ezt már az agykutatóktól tudom, hogy az inger, a külső inger, külső inger nyomára az agyban átalakulás jöhet létre, de nem tudják, hogy milyen. Azonban az biztos. Kidolgoztam egy elméletet, ebben a könyvben már van róla szó, mégpedig azt az elméletet nem én dolgoztam, az. Beszélgetés az aggyal. Azt az elméletet dolgoztam ki, hogy a magyar nyelv leképezi, ez nem szép ez a kifejezésem, hogy leképezi, nem tudok jobban mondani. Tehát a magyar nyelv leképezi az agy működését. Tehát a magyar nyelv is kötelezően logikus. Mit értek ez alatt, hogy logikus? Az, hogy minden szavunk mögött, amelyik elvont fogalomnak látszik, az ősi valóság található meg. Tehát egyetlen egy szavunk se jelenti véletlenül azt, amit jelent. Mi az, hogy véletlen? Na, így kell mindig példákat kell keresni, találni. Véletlenül találkoztak. Megnyugszunk, jó, hogy véletlenül. Tudjuk, hogy nem tudtak róla, ugye. De ez nem más, mint hogy a nincs véleménye arról, hogy miért történt. Ez a véletlen. Nincs véleménye, nem tud véleményt mondani. Meg én sem, mi az, hogy van. Ilyes Gyula írja, kérem, hogy hát már nem is fiatal korában. Hogy hát ő mennyire megdöbbent, amikor rájött, hogy a hirtelen szavunk mit jelent? A hirtelen szavunk azt jelenti, hogy nem csak, hogy valamit gyorsan tudunk meg, hanem, hogy semmiféle hír nem előzte meg azt, amit megtudtunk. Tehát hír nélküli a dolog, hát az hirtelen. Már ha láttuk volna, ugye, hogy mi hogy történik, akkor nem hirtelen. Most, tehát a logika, az ok és okozat működése, tehát valójában a logika nem más, mint fontos ok és okozat működése. Mondok egy érdekes példát. Már arra gondoltam, hogy Amerikában a vezetékek, ugye a tenger, az óceán mélyén, telefonvezetékek, ott most már elérték ezzel az üvegszállal, meg mindenféle technikával, hogy egyszerre egy vezetéken száz beszélgetés folyhat. Azt nem tudom, hogy mind a két egyszerre igen. Mind a két irányba-e, de könnyen lehet, hogy igen. Most én azt látom, hogy a magyar nyelv arról szól nekem, hogy ezek, ebben a, na most az idegvezetékek hossza az agyban, ami vezeték, tehát a vezetékes telefon hossza az agyban, kérem szépen, az a föld-hold távolság kétszerese. Ezt sem én találtam ki. Ezek minden az agykutatóktól tudom. 20 milliárd tehát a neuronok száma, ezek kis központok, ahol mindenhonnan befutnak dolgok, és ez eligazítja a füli a másik helyre, ez így alakult ki ez a technológia. De azt akarom mondani, hogy a nyelv bizonyítja, úgy látom, amit feltételezek. Tehát azt, mert most már elkezdtünk egy gyakorlatot, azt kérem szépen, hogy azt már elérte a nagy kutatás, hogy tudják, hogy milyen központok hol vannak. Beszédközpont, hallásközpont, látásközpont. Az nem újdonság önöknek, hogy valójában mi mindent fordítva látunk. Tehát a szemnek a lencséi, ha ezt megcsináljuk üvegből, akkor fordított képet ad. Most az ember, hogy mi mégis így látjuk, hogy így ülünk és nem így, annak köszönhető, hogy az agy tudomásul vette, hogy csak így lehet. Tehát megfordítja a képet. Nem a fizikai képet, mert azt nem. De magát, amit már mint tudatként felismerik. Tessék megkérdezni, ez már általános iskola, nem, középiskolás olvasókönyvekben, vagy fizikai könyvekben ott van. Most itt a szemmel sokat foglalkoztak, szóval, hogy nagyon érdekes, hogy akinek mondjuk a szem középpontja, ahol azt a szem, a látás megsérül, attól függ, hogy sérül. Tehát vannak ilyen példák, és megkérték, hogy rajzol, írja föl az óra betűit. Ugye így írta föl valahogy. Tehát nem körbe. Vagy megkérték, hogy rajzolja le ezt a valamelyik házat, és akkor rajzolt a házat. Ablak, stb. És akkor ezt a felét nem rajzolta le. Tehát ilyen kísérletekkel derült ki,
hogy csak a felét láttatja vele az agy. Mert a látás központban valami van. Tehát egyik felét látja csak mindennek. Mint ahogy ugye, hát az is az ember azt gondolna, hogyha tőlem megkérdezik, hogy akkor most a két agyfél tekert mit csinál? Kérdezem, azt gondolna, hogy a jobb, hogy akkor ha már mind a két agyfél teker egy-egy részünket vezérni, akkor lenne azt gondolná, hogy jobb oldalra, bal oldalra, bal oldalra. Az, ami közelebb egymáshoz. Itt nem így van. Tehát keresztben van, itt is. Itt is, és ez mondjuk, ez már nem vitathatom, mert mindenféle tudományos is, mert tudomásul is jött el. Most én azt akarok mondani önnek, egy példát akarok mondani arra nézve, hogy csak egy szót nézek meg, hogy az hiszem, hogy ez a teljesítmény, ez növelhető. Ez növelhető. Most néhány pedagógus, gyógypedagógus, professzorasszony, elkezdtünk valamit, nem tudom mennyire lehet megvalósítani. A magyar IQ-t, azt írom a könyvemben végén, a magyar IQ-t növelni. Ez az IQ, tudják, hogy ez az intelligencia kóciens, az értelemmel együttható. Tehát ez mutatja meg, hogy milyen értelmes egy ember, ezt tudják mérni. Van rá egy módszer, hogy megmérjük, kinek mekkora az IQ-ja. Én azt hiszem, hogy a magyar nyelv segítségével ezt a magyar IQ-t növelni lehet. Egész nemzet vonatkozásában. Tehát okosabbak tudunk lenni. Bár mondjuk az a nyelv, amelyik ezt a szót kitalálta, abban benn van az ok és az os. Tehát ki az okos? Aki a világ dolgaiban, összefüggéseiből a legtöbb okot tudja, hogy mi miért történik. Ez az okos. Tehát még ebben az egyetlen szóban is ott van, hogy a nyelv ezt a dolgot hogyan vizsgálja. Tehát tényleg az az okos, aki a legtöbb okot tudja. Tehát jól figyel. És a logika segítségével. Na most tehát kérem szépen, tehát azt akarjuk, hogy szellemileg elmarad, ezt próbáljuk pontosabban, szellemileg elmaradó gyerekeknek megmérjük az IQ-ját. De hogyan? Arra megvan a módszer. Azonban én azt gondoltam, és ezt leírtam a könyvembe, hogy az agynak a tudást segítő részét kell ingerelni. Mondok egy példát és egy szót önöknek. De nem csak, hát úgy kell ingerelni, hogy látással, hogy lerajzolással, hogy mutatással, hogy cselekedettel, hogy elénekléssel, tehát mindenféle érzékünk, ami van, ezzel az egy fogalommal arra az egy helyre hasson. Így gyorsabban, erősebben, mélyebben ragad meg a tudás. Mondok egy példát, egy egyszerű példát. Mit csinál az ember? Nyújtózkodik. Azt is, de? Ágaskodik. A fa mivel ágaskodik? Ágaival. Na, tehát ezt is felhasználta a magyar nyelv arra, hogy felágaskodom azért a könyvért. Ágaskodom. Tehát nem véletlen az ág, mert a fa is ezt csinálja. Tehát a gyerek rajzolja le a fát, amelyik ágaskodik, mert ága van, hogy hívják. És az ember, amelyik ágaskodik, nincs ága, de mégis mivel úgy csinál, mint a fa, ágaskodik. Tehát mindenütt a szavak mögött ott van a valóság. A tényleges valóság. Na most, tehát el lehet érni iskolába, ha nem párt marhaságokkal foglalkoznának, ugye? Hanem ilyennel, hogy mit tudnánk magunkat csinálni, hogyan lehetünk okosabb, hogy az agyat olyan erősen ingerelni azokon a bizonyos helyeken, ami által, ezt ki kell választani, ez egy hosszú dolog, nem egyszerű. Van egy professzor nő, úgy hívják, hogy Dr. Márli Judit Sopronban. Gyerekek, nekem úgy jellemezték, szélsőséges persze dolog, úgy jellemezték, aki a hülyékből zseniket csinál. Na, meglátogattam, küldtem a könyvemből, becsület számra azt írta nekem, hogy ez a könyv, ez korszakalkotó. El is mentem hozzá, ott voltam két napig, beszélgettük át, egész kórháza van. Ugyanis a fia szüléskor megsérült. Egy szexádi bírónő hívta föl rá a figyelmemet. Mert ő is úgy szülte a kislányát, hogy amikor megszülte, látták, hogy nagy baj van.
orvosok azt mondták, hogy nem fog látni, nem fog menni, sem szóval teljes. Szellemileg elmaradott lesz, teljesen. Hát ez a kislány most harmadikas gimnazista. Ismerem. Mert az anyukája rájött arra, amire a kórháj. Aki tudja? Do. Tehát, hogy mutatunk valamit, aki tudja ezt a nyelvet, megtanulta, abban meg egy hang jön elő, a do. Az maga külön kérdés, hogy vajon hogyan, az agyban hogyan őrződik meg a dallam? Hát nincs rezgő, mozgó dolog. A zongolán van, ugye, amikor ütjük, akkor rezeg. De az agyban nincs. És megőrződik. Hát leül a zongora művész is fejből eljátszik, akár egy nem tudom milyen nagy művet is fejből. Is. Persze protában, ugye fejből is. Na már most, ekkor jöttem én rá, ilyen későn, amikor ezt már mind megbeszéltük, kidolgoztuk, hogy ez a Kodály bizony egy igen nagy dolgot csinált, amit hivatalosan Japánba bevezettek, Kínába most vezetnek be, itt pedig most tiltják ki. Hát igen. Na bocsánat. Szóval. Befejezésül. Még van, mennyi idő van? Van még időnk, egy bőfél óra. Jó. Szóval elkezdtem azt megnézni, még elfelejtettem olyan szakembert keresni, azt is kell, tehát nekem kell egy fizikus, mert nekem jó barátom, az hallok éppen. Nekem nemzetközileg is elismert, nem tudom meg megkérdezni. Tehát azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e tényleg egy olyan áram vagy hullám az agyban, amelynek a gyorsasága több. Azt tudom, hogy kísérleteket végeztek, mert ezzel kapcsolatban is mindent elolvastam, hogy lehetett. Tanárom, tessék megszerezni az Élő Mártis című filmnek a DVD-jét. Erről szól többek között. El tudom juttatni. Jó lenne. El tudom juttatni. Jó lenne. Na most azt tudom, amerikaiak végeztek kísérletet. Két olyan emberrel, akik gondolatolvasást tudták. Akiket kipróbáltak, hogy a másik szobába, ez itt valamit leírtam, annak mondta a másik szobába. Tehát biztos volt, hogy nem csalnak, ezt sászor kipróbáltak. Ezt a két embert, az egyiket való Görögországnál, ez az. Nincs véletlen. Igen. Csak számítógépen lett, mert én számítógépen. Na, számítógépen. Így működik. Az a dolgok. Érni kell, és az a Köszönöm szépen. Nincsenek. Ez érdemes volt eljönni. És az nagy segítséget fogadta az egészen. Nagyon szépen köszönöm. Na most az időt nem akarom azon. Az amerikaiak kipróbálták, nem most már, nem tudom mennyire, 30 éve. Hogy ezt a két embert, akit százszor kipróbálták, hogy tényleg nem csalok, hogy tényleg, amit ő leír, a másik mondja, nem tudom milyen messze tőle, ki mondja, abban a pillanatban járzi, és azt, amit ő gondol, vagy amit ő leírt, azt ő kimondja. Most ezt a két embert elvitték, két tenger alatt járól, az egyiket Görögország környékén, le a földközi tengerbe, másikat meg a sark, ki jég takaró alá, egy másik tenger alatt járól. És itt próbálták ki, tehát elég nagy távolság, hogy mérhető legyen, hogy innen valami oda, mennyi idő alatt ér oda. Na most ugye, hát ez az, hogy akkor is az történt, hogy gyorsabban odaért, mint a fénysebesség. Megmondta, tehát számtalan azt, hogy kipróbálták, de hát nincs rá a gondolat ilyen. Négyszeresen meg gyorsabb a gondolat, mint a fény. Hát ugye én nem tudom, nem vagyok szakértője, csak az fizikai tény, mert látszik, hogy ami a fénysebességen túl van, mint csak az megszűnik. Tehát nem tapintható, nem fogható, nem is érzékelhető, nem is látható, az mintha nem is lenne. Ez egy egészen más anyagi világ. Szóval, ami mondjuk abszurdum. Na kérem, tehát azon gondolkodtam, és ezhez kell nekem majd egy telefonszakember, hogy ezeken a kábeleken, amiket telefonálunk Amerikában vagy bárhova, ezeken a kábeleken azt tudom, mert valahol olvastam, nem is folyóiratban, nem is könyve, hogy oda-vissza is megy. Tehát az, hogy száz, legalább száz, egyetlen egy vonalon, nem ugye
naponta nem tudom, hány tízezer beszélgetés van. Annyi, nem tudok letenni. Úgyhogy egyetlen egy szálon, ha jól emlékszem, persze lehet, hogy ez 99 vagy 120, ez a 100 maradt meg bennem, hogy egy szálon 100 megy, egyszerre. Na most azt nem tudom, hogy oda-vissza, tehát amíg egyik ez a 100 arra beszél, az a 100 meg erre beszél. Hogy ez, hogy orgalmas erre a technika, és az, az maga a vonal. Ugyanis úgy néz ki, hogy a magyar nyelv két, amikor beszélünk egymással, két irányba történik a közlés. A közlés. Ez szörny is ima, mint el. Ne felejtsék el. Ez egy nagyon érdekes szó. Ebből van a közösség, ebből van a közlekedés, a közlelés, és már nagyon sok szó kezdenik a közszavunkkal. És a két másallamzó volt van a kéz. Azt szoktam mondani, hogy a kéz, az kéz közeli eszköz. Kéz közeli eszköz, mert ide itt a kéz közelünkben. Na már most kezdem. Ha azt mondom, hogy valakihez közöm van, valójában mit mondok? Kapcsolatom. Igen. Kérdezzük meg. A közel az azt jelenti, hogy... De csak nem figyelünk rá. A közel azt jelenti, hogy közülünk a köz elmegy. Ha teljesen elmegy közülünk a köz, akkor teljesen közel leszünk egymáshoz. Nincs köztünk köz. Sem ekkora. Nem tudom, tesznek érteni, hogy itt két fajta jelentésről van szó. Egyrészt magást a köz, egy utca is, egy szűk utca, ugye? Úgy is így, hogy köz, ilyen meg olyan köz, a szűkabb utcában, valamilyen köznek ide. A közöttünk. A közeledés pedig azt jelenti, hogy valaki hozzánk jön, valami közeledik hozzánk. Nem is veszük észre, hogy abban ugyanaz az el szó van, ami a színpadokon, hogy valamit elmond, zárjál be el, azt jelenti, hogy kimegy. Tehát az elmegy, eltávolodik, tulajdonképpen a közeledikben is benne van az elmenés. Az elmenés van a közeledikben. De ha közel közülünk teljesen elmegy a köz, akkor köztünk nem lesz köz. Tehát teljesen közel kerülünk egymáshoz. Mert a köz elment. Na, szóval... Ugye ez ilyenkor, higgyék el, hogy én magam is nézek, amikor ennek hogy kiderülnek, vagy ennek, nézek, hogy most akkor én vagyok-e hülye, vagy mindig mi is van itt. Mert nem csak ez az egy van, most már egyre többet fedezek fel olyan, beszélgetéskor nem veszünk észre, de két irányú közlés van benne. Az ellenkező irányú is benne van. Na most egy ilyen nyelvvel, mint amivel a magyarság létezik, ekkora nyomorban, hát ez abszurdum! Isten ellen való vétek. Aztán azt kérdeztem, hogy vajon miért? Bocsánat, de az ugye? Nem baj. Bocsánat. Azt kérdeztem, hogy vajon miért? Miért ki nevezte el? Ki nevezte el ezt a nyelvet ragozós, képzős nyelvnek? Én azt gondolom, hogy maga a nyelv. Az, aki nekem elmondta, hogy mérges vagyok. Az agyomon át közölte, és én is közölöm a világgal, amit én most nagyon mérges vagyok. Tehát ugyanis megint valamit föl kell írni. Nyelvészek nem tudják, mert nincs benne egyik, hogy is hívják se, egyik etimológiai szótárba se. Nem tudják, hogy kérem szépen, a ságsi képzőről tetszettek hallani, ugye? Ez az a képző, amelyik növeli. Hegy, hegység. Sokasít. Katona, katonaság. És nem tudják, hogy ez miből van. No már most. Mivel ez sokasít. Még növelést. Mert azt mondom, hogy hegy, akkor egy hegy. De azt mondom, hogy hegység, akkor egy vonulat. Azt mondom, hogy sík, hát valami sík, ez sík.
de azt mondom, hogy síkság, akkor már nagyon dolog mondom. Most tehát, mivel a magyar nyelvben kérem, van egy szó, ami ezt a nagyobbodást mindenhez hozzá tudom tenni, melyik az? Aki mondta még már? A sok. Itt is egy S, itt csak másként írtam, kétféleképpen írom az S-eket, mindegy. Tehát sok. Ez is. Tehát azt mondom, hogy hegység, hegysok, katonasok, katonaság, síksok, síkság. Tehát a ságség képző nem más, mint sokasít. Tehát én azt mondom, hogy képesség, akkor azt mondom, hogy annak a képe sok. Most azt is tudjuk, hogy aki vizuálisan jegyez meg valamit, az a legtehetségesebbek közé tartozik. Az a legjobb képességű ember. Mert képekben jegyzi meg. Visszatérve a nyelvhez, tehát szótagokban jegyzi meg, de olyan szótagokban, amit ismer. Ugye? Mert a szótagok azok nem a semmiből való semmik, hanem a valamiből való valamik. Tehát a ragok szintén, amelyek oda ragadnak ugye a szavok végéhez. Rag, oda ragad. Oda ragazgatjuk őket. De a ragokat betűleg a szavok elején is, de ezt már iskolában nem tanítják. A nagyon sok rag, hát majdnem minden rag a szavak elején is elfogva. Mondjanak a bamben, helyhatározó rag, és onnan a banda. Bandán van, bendőben is itt tart, a szó elején is előfordulnak, csak akkor nem ragként, hanem szótőként. Mert tehát itt van egy rendkívüli, a matematikára nagyon hasonlító, vele szinte egyező, logikai alapokon álló nyelv, és mi itt tartunk. Amikor, hát majdnem minden héten, hát ezek is azért nézik ezt a nyomorult tévét, hát én nem nagyon, de onnan tudom, hogy két dolgot is, egy fiatal ember föltalálta ezt az áttetsző téglát, ugye? Meg nem tudom, több minden. Tehát majdnem évben egy-két nagyon fontos, olyan roppant találmányok jönnek elő a semmiből, amiből mondjuk Amerikában milliárdos lehet valaki. Itt meg aztán nem tudom, mi lesz velük. Ellopják, igen, biztos. Lát, csak tessenek ezeket még gondolni. Mert itt van ez a miénk, önök is, az annak agya is ugyanígy működik. Tehát azért mertem azt gondolni, hogy a agyunk, vagyis a nyelvünk leképezi, és mutatja, hogy itt, mert ezek nem mozdulnak, és mégis mindent a helyükre tesznek. Hogy még egy példát mondjak, hogy amikor a logika sokszorosan összejön, aztán abba hagyom már most már. Gondoljunk arra, kérem, hogy az ember a legfontosabb dolgot a világon az ember jelenti. Fontosabb, mint a fa, a fű, vagy ég, arany, minden mindenki fontosabb. Ezt ugye most azért írom csak föl, mert ez a magyar nyelvben, ez az ember szó, ez tulajdonképpen két szóból áll. Egy az emlő, emse, ez pedig a belfel férfi. Tehát egy olyan, ilyen nyelv nincs a világban egy sem, amikor az emberben benne van a nő is, meg a férfi is, az ember szóban. Kicsit rövidítve, de ott van. Tessék? A nőt teszi előre. Hát így, hát ugye, ebben nem is beszélve. Mert ugye azt, hogy a feleség, az tulajdonképpen azt jelenti, tulajdonképpen, hogy a felesok, azt jelenti, és a férj is azt jelenti, hogy férj. Tehát az R betű megkeményedett, az is fél volt, akár a feleség. A feleség azt jelenti, hogy a család csak úgy együtt, hogy az egyik fele a nő. Nem teljes, az egész, csak akkor, hogyha együtt van a kettő. Na most, tehát itt olyan nagy az ősi demokrácia is ebben a nyelvben, hogy egyszerűen néha megállok, leülök, és nézem, hogy is van ez a dolog. Hogy is van ez a dolog. De azt akartam mondani, hát igen, hogyan következik ebből legalább néhány szót szólva, ez nincs befejezve, nincs, csak akartam egy kicsikét föl, akartam provokálni magukat, hogy ők olvasnak, beszélnek, egy érdekes szó az eszükben, hogy próbálják meg, hogy honnan jöttél te? Ki vagy te? Ugye? Mert kérem szépen, a magyar nyelv főként a biológiai tapasztalatokat építette be, de minden más tapasztalatokat. Mert mindenki a világon ezt is szoktam mondani,
itt talán még nem mondtam, de fontos, hogy mindenki a világon, aki ásít, legyen az eszkimó, vagy tűzföldi, vagy angol, így ásít, hogy de a szótárban megnézzük, az ásítás szóban nincs benne az á. Mert amikor kimondjuk, hogy ásít, szinte ásítunk. Tehát mi azt a valóságot utánozzuk a szókimondással. Mindegyikkel így vagyunk. A füstől kezdve a szél, szellő, susok, sziszeg, züzeg, mindegyikkel így vagyunk. Tehát a szavak nagy része az eleve hangutánzó. A hangutánzás pedig valóságutánzás. Mert a hang az rezgés, igaz, mérhető, fölfogható, tehát valóság, nem erről fogalom a hang maga. És akkor az ember rájön, hogy milyen érdekes, hogy mitől lesz valami hang, hát attól lesz, hogy benne van az engé. Cseng, bong, kong, harang, és így tovább, ott az engé. Ott az engé. Tehát ilyenkor meg szokták kérdezni, és akkor nem ilyenkor, nem előadások alkalmában, hogy akkor mi van a nyelvújítással? Nyelvújítással? Az van. Hogy ami beleillett a magyar nyelv ősi rendszerébe, az megmaradt, amelyik nem illett bele, az eltűnt. Például nincs egy nyakkendő. Oda van. Nyaktekerészeti merfekvenc. Ez volt a neve. A tápafögészeti tovalököde. Ez volt a mozdony, gőzmozdony, és itt tovább. Ugye? Zengő tambura. Mi volt ez? Zongora. Ugyan. Zongora. Igen, zongora. Maradt belőle a zongora, de valami maradt, az NG, ami a hang szavunkban is ott van, és így tovább. Tehát a nyelvújítás nagy része ugye csacsiság volt, a nyelv azt fogadta be, ami az ő törvényeinek megfelel, ami a többi szóhoz is hozzáillik, ami nem, azt kivetette magából. Tehát erőltetni nem lehetett. Most végezetül tényleg a gömbgondolkodásról, amiről nem sokat írtam, talán a 30-40 oldalt. Ebben van benne az is? Nincs. Nincs, az lesz a folytatás. A gömbgondolkodás az tulajdonképpen nem más, mint arra gondoltam, hogy... Arra gondoltam, hogy minden dolog, ami... Tehát, hogyha a gondolat is valamilyen valóságos ügy, már pedig úgy tűnik, hogy az. Tehát ha agyhullám, akkor is az, ahogy a fényben is vannak fotonok, a foton már mérhető. Tehát a foton, a fénynek ugye két természete van, hullám természet, és ez a foton része. Na most, hogyha az agy működése, az valóságos eszközök által történik, akkor a gondolat egy része jut csak ki a fejünkből, mert az a gömb, ami körbeveszi, hát először is miért gömb? Majdnem szabályos gömb az ember agya. Azért kéne, mert ez egy egyetemes törvény. Ha tetszettek látni, már űrhajósokkal készült fényképeket az űrkabinból, már nem egyszer láttam, amikor egy csepp vizet kiengednek, az azonnal szabályos gömbként ott lebeg. És minden, ami a világűrben van, csillagtól kezdve, mindegyik a gömbformát, vagy a körformát, a keringés. Hát a Föld azért marad meg a pályáján, mert egyrészt ez a gömb, ez a tengely körül forog, ugye? Másrészt, mert ugyanakkor állandóan kering a nap körül. Ha valamelyik forgás abban maradna, vége minden. Na most arra gondoltam tehát, hogy a gondolataink egy része megy csak ki a fejünkből. Másrészt ez a gömb agy, mert gömb, majdnem teljes gömb az agy is. Hát miért olyan lett? Mi nem hosszúkás? Tudnék, mértanilag a gömb az az alapzat, amelynek kérem szépen, ha belül néznénk, tehát egy golyó, vagy akár egy labda, benne lévő térnek a távolságai, vagyis mindig egyszerűbben próbálom kifejezni, hogy amit beleteszünk valamit, vizet vagy bármit, a gömbbe tudjuk legjobban elhelyezni. Hogy nem marad luk, meg sarok, meg mit tudom én. Tehát a gömb az a forma, amelyik
ilyen szabályos gömb a természetben nincsen érdekes módon. Mert az állatok szeme az sem szabályos gömb. Egyik sem. Az ember is sem. Nem szabályos gömb. De mégis minden dolog úgy látszik erre törekszik. De nagyon jó, hogy a szemünk is tulajdonképpen azért ezt a gömb alakot hát majdnem teljesen megközelíti, ugye egy kicsikét ellipszisbe hajlik, ha körberajzoljuk. De a gömb alak az, ahol a leggazdaságosabban lehet innen ide eljutni, vagy ott belül két pontot egymáshoz eljutni. Ez a tér. Ha már négyszögletes, akkor már nem lehetne úgy elhelyezni, hogy egy tégla alakban nem lehet, mert ez a pont, ez messze van, mint ez még ez a pont. Egymástól. Tehát itt ez az alakzat azt is biztosítja, hogy majdnem minden, amit elgondolunk, az egyforma gyorsasággal jut el az agy minden pontjára. Ezt, aki matematikával picit is foglalkozott, nem is kell foglalkozni. Csak tessék még gondolom. A gömb az a legideálisabb forma erre. Az az érdekes, hogy oldalról nézzük, hát az agyunk nem teljesen gömb, de majdnem. Tehát majdnem gömb alakú az agy. És hát ugye a redők is azt bizonyítják, hogy tulajdonképpen a redő határozza meg, mert a hölgyeknek kérem szépen az agysúlya az 1400 gram. Ez egy átlag szám, a férfiaké 1005. Most az nem szerinti azt, hogy a férfiak mind okosabbak, sőt, sok okos nővel találkoztam, mert a redőzöttség határozza meg, tehát a felületnek a nagysága valóságban. Az, hogy sok benne a redő, az azt jelenti, hogy jobban egy, sok, megint csak több elfér, ugye nem, hogyha sík lenne, az kitölti, több elfér, de nem is az az érdekes, hogy hogyan tudjuk elképzelni a távolságot. Ha az agyunkban nincs valamilyen távolság, mert ugye olyan sűrű, mintha az egy tömb lenne olyan, pedig nem az. Szóval eljön az idő, én azt hiszem, hogy ez a nanotechnikával ki lehet mutatni, hogy igenis a sejtek között rések vannak. És ez a rés, ez olyan, hogy ennek a résnek szüksége van, vagy szükség van erre a résre azért, hogy el tudjuk képzelni a távolságot. Ha nincs rés, nem tudjuk elképzelni. Az a rés ugyancsak irtózatosan kicsi, milliméternek mit tudom én, a tízezred része, de van. Tehát nem teljes összefüggő dolog. Most, hogyha arra gondolnak, hogy tetszenek nézni ezt, amit a világ mindenségből látunk. Nagyon messziről, istentelen messziről nézzük a világ mindenséget, akkor minél messzebbről nézzük, annál inkább egybe tömörüljön. Mintha egy lenne, és ahogy közeledünk hozzá, úgy látszik, hogy ez különálló. Ugyanúgy, hát nagyon egyszerűen, hogy faluhoz közeledik éjszaka, látom a fényt egyben, és ez egy fényt látom. Aztán lassan, ahogy megyek közeled, válnak szét a dolgok. Tehát a világon egy törvény szerint működik minden, és ennek a csodája azért a magyar nyelv, mert a magyar nyelv azt leképezi. A magyar nyelven nyomon lehet követni. És el tudjuk érni, ha a magyar nyelv szól hozzánk, vagyis igen, az agyunk szól hozzánk, akkor azt a magyar nyelv tudja, és át tudja adni. Ha ez igaz, akkor fordítva is meg lehet csinálni. Akkor a nyelvtől lehet küldeni az agynak üzenetet másik irányba. És meg lehet mondani, hogy mit csináljon jobban. Hát tulajdonképpen a gondolkodásból, hát nem tudom, mennyit tetszettek érteni, de hát ez a gondolkodásnak az eszméje, vagy elve, majd meglátjuk, hogy hova jutok, hogy ezt sose gondoltam én. Agykutatással akarod foglalkozni. És az agykutatás, ami igen nehéz, hát annyira élvezem, nem viszik el. Annyira élvezem, mert már itt ettől a nyelvtől én sok mindent megtanultam és tudok, hogy nekem már élvezett. Ha még egyszer születnék és mód lenne rá, én agykutatással foglalkoznék, mert egyébként az agykutatás, kérem, gyönyörű, szükséges, és ez az a tudomány, ami még a kezdetén tart. Életet vezet az élvezet? Vagy? Igen. Hát kérem szépen, ugye most mondják, hogy megvezették.
rávezették. Ugye milyen csodálatos én van most, mit talált meg? Élvezet. Mi is az élvezet? Először is az élvezet nem egy pillanat. Az élvezet bizonyos folyamat, ami jól esik. És nagyon fontos, hogy az élvezetnek az elején ott van az él. Az él. Na, ez is érdekes. Az él. Mert ugyanis kérem szépen, vegyük csak, mert egy fordítottam valamit, és akkor jöttem rá, hogy a késnek az éle, az a késnek a hátulja, vagy az eleje. Ugye? Én is így gondolom, az eleje. Aki az elején lovagol, az élen van. Na szóval a dolgok csodálatosan így fűnnek össze, méghozzá az a helyzet, kérem szépen, hogy a Götz László idéz egy izraeli tudóst, aki kérem szépen leírja, hogy milyen vétések vannak, hibák a Bibliában. Az egyik ilyen nagy hiba, hogy az Isten megteremtette az embert, ugye, és annak az oldal bordájából a nőt. Hát ez egy fordítási hiba. Mondhatnám, hogy az Isten se gondolta így, ugye? De így van. Fordítási hiba. Méghozzá ez, kérem szépen, először a sumér nyelven, a Biblia sumér nyelven eredetileg, bármilyen furcsa, írták le, és akkor én nézem, gondolkodom, éle, eleje, él, eleve, elől, Szóval az embereknek az élet, az az el, megállik. Létrejön az élet. És hol van ez az embernél, most bocsánat, az ellés, elől van. Tehát ennek a szónak a jelentése, részvétele fogalmakban, az maga is logikus. És oda akarok csak kiukadni, hogy mi is ez a borda. Ez egy éles csont, amit az ősember már késnek is használt. Ez egy éles csont. Tehát itt a fordítás csak a magyarba érthető igazán, hogy az Isten a másik életéből teremtette meg a nőt. Az életéből. Tehát az élés, itt a borda helyett fordítsuk csak, amit jelent. A borda éles. Hát ugyanígy benne van az él, mint az élet szavamban. Amit tetszett mondani. Tehát az élvezet. Itt is az él vezet el bennünket ide, ehhez a logikához. Az él szó. Na. Mint amikor ugye az egyik könyvemre azt írtam bele, azt írtam az elejére, mindenki félreértette, hogy a magyar nyelv az Isten nyelve. Na most, és azt írtam még bele, hogy tulajdonképpen ugye Bábelnél, már ugye ez a címe a Bábel után, a másik a Bábel előtt, hogy az Isten összezavarta az emberek nyelvét. Tetszett-e tanulni, ugye? Csak hogy nem az Atya Úristen ott az a szakállas, hanem az Isten értelmezése. Ebből jöttek a háborúk minden. Az Istent ki hogyan értelmez. Egy van, kettő van, fia van, lánya van, itt született, amúgy született. Hát az Isten értelmezése, nem az Isten zavarta össze, hanem az Isten értelmezése. Maga a szó benne van a dologban, csak így van benne. Tehát nem onnan nyúlt le valakint egyáltalán, hogy föntről. Hát meddig érvényes a fönt? 1000 kilométerig? 2000-ig? Utána már nem. Addig is egyébként a túloldalon a fönt az ellenkező irányba. Én most már így gondolkozom, már elég régóta, tehát hogy fölment a mennybe, mondják. Nem, most melyik, merre van az a fönt, hol, attól függ, hol mondják, ugye? Szóval meg kell tanulnunk ezt a térbeli gondolkodást valójában, ez lesz az alcíme ennek a gondolkodásnak. Tehát a térbeli gondolkodás, akkor gondolkodunk, mi hol vagyunk. Nem van nagy dolog, meg lehet szokni. Nagyon érdekes dolgokra jön rá az ember. És azért gondolom azt, mint ahogy kezdetben azt gondoltam, hogy amikor
amivel elkezdtem, azt az a befejezem, hogy a templom, akkor az agyamban, nanotechnikával mondjuk mérve, mit tudom én, 10.000-szeres kicsinyítésben megjelenik az agyban, igazi sejtből egy picike templom. Tehát az agysejt maga önmagából fölépít egy picike templomot, ami még elektromikroszkóppal se látható, de ott van. Tehát amikor mi képesek vagyunk, akkor mi elképzelünk valamit, ez a képzelet az nem a semmit ugyanis nem tudjuk elképzelni. Próbálják meg, aki tudja, az jelentkezzen. Hanem azt a pici kis képet, ami ott alakul, azt vetítjük ki. Nem a semmit. Tehát ez a képesség, a képesok. Ez a képesség, tehát így minden egymásra mutat, minden logika az agyműködésbe, ahogy ezt a magyar nyelv is, hát nem tökéletesen, de azért leképezik, nagyon megközelítőleg. Ugyanis a világban, és befejezem ezzel a mondattal, ha akarja, valaki írja le, a világban a tökéletlen, a tökéletest tökéletesen elfedi. Köszönöm szépen!